A legelső iskolám a Váci utcai énekzenei volt, oda csak egy fél évig jártam, de ott ismerkedtem meg, illetve osztálytársam volt egy ikerpár, aki közül az egyik lett a feleségem utána. Úgyhogy az volt a legmeghatározóbb ez az iskola. Eredeti hangszereddel látszom. Eredeti hangszerem a cselló, igen, amit nagyon szerettem. Ez 12 éves koromban készült ez a kép, ezen a képen éppen gyakorolok. És nagyjából ez az az időszak, amikor eldöntöttem a zenei pályát. A Konziban volt egy nagyon-nagyon híres és neves és egy rendkívül nagy hatású szolfés tanár, Bántain és Ipos Éva, aki viszont csak zeneszerzős osztályokat tanított. És ezt az édesanyám valahogy megtudta, és akkor kezdett engem arra biztatni, hogy mindenképpen oda is kéne jelentkeznem, de mivel csak zeneszerzősöket tanított, hát nincs más lehetőség, mint ebből is felvételizni. No, folytatjuk akkor a Halál és a lányka dalnak a szemügyre vételét, az elemzését. Ez a fordulat is egy ilyen konvencionális fordulat, ugye? Kettő kvincext, 5-1, ugye ilyet rengeteget lehet hallani. Ilyet ugye kettő kvincext után, ez egy átmenő harmónia, ami hát mégse késik, azért nem késik, mert pont az a D hang lenne, az a hang, ami menne a cis-re, ugye, ami nem történik meg, de hát látjuk, hogy ez a D hang itt egy nagyon konzekvens, és ugye 6 ütemen keresztül szóló hang. Mint zeneelmélet tanár van egy hát nagyon jó érzékenysége ezekre a harmóniákra, ismeri a világ összes harmóniáját. A zeneszerzők között, akik mellette alapvetően tanárok is, tehát nem az csak, hogy kipróbálták meg, hogy mellékesen tanítanak, hanem alapvetően tanárok is, azok egy kicsit másképp néznek és másképp ismerik a zeneirodalmat óhatatlanul. Amikor elhozta ezt a kottát, akkor hát persze, hogy meglepődtem, mert ott volt előttem egy olyan mű, amit azt nem gondoltam, hogy életemben látni fogok egy ilyen kortárs zeneszerzőtől egy ószláv nyelvű teljes liturgiát. Nagyon büszke vagyok, hogy a Zeneakadémia tanszékvezetője, nagyon kiváló kollega, hihetetlenül lelkiismeretes, óriási tudással, szeretettel és elhivatottsággal teszi a dolgát. Nagyon egységesnek érzem, és nagyon szerteágazónak érzem a tudását, és ez szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy nem csak egy oldalról közelítünk meg dolgot. Nagyon hűséges, nagyon hűséges, nagyon őszinte. Ha valami megszólal, amit ő gondol, nem kell neki, hogy az ő szájából szólaljon meg, és ez szerintem egy kivételes tulajdonság, és ez egyfajta alázatról tanúskodik. Rendkívül művelt, rendkívül szerény, és hogy úgy mondjam, olyan sokoldalú, hogy ez is oka annak, hogy én őt nem eléggé ismerem, mert annyi mindent kéne ismernem, hogy az úgy látszik, hogy nem fér belé. Most is azt mondom, hogy 35 éves tanári pályafutásom egyik legkedvesebb kollégája Mohai Miklós volt. Kimondottan tanárember, tehát pedagógus, abszolút szavahihető. Lehet a véleményére mindenkor lehet támaszkodni. Az biztos, hogy jó lesz, biztos, hogy nem lesz részrehajló vagy elfogult. Hát egy tanárnál ezek kulcskérdések. Nagyon fontos, hogy egy pár ilyen ember legyen, mint a Miklós, akik tartják magukat a lényeghez.